Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft videóban. A mai videóban folytatjuk a szörnycsaták sorozatunkat, és a mai részben a vasgólemeknek a ravagerökkel kell megküzdeniük. Megint egy olyan mob, ami viszonylag nemrég került be a Minecraftba. Ugye az előző részben a pillagerökkel küzdöttek meg a vasgólemek, amik szintén új mobnak minősülnek. Most pedig a ravagerökkel, tudjátok, ezekkel a nagy bikaszerű lényekkel, úgyhogy ez viszont egy nagyon érdekes küzdelem lesz, mert nagyjából egy súlycsoportban van a két mob. Tehát azért mindkettő elég nagy tömegű, úgyhogy szerintem azért itt egy kicsit méregetni fogják egymást. Úgyhogy ebből a szempontból megint csak egy nagyon izgalmas küzdelemnek nézünk elibe. Nagyon remélem, hogy tetszeni fog majd nektek ez a videó, hogyha ez így lesz, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal és írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel, és szerintem akkor vágjunk is bele. Itt is lennék az első körrel, srácok, amelyben egy ravager fog megküzdeni egy darab vasgólemmel. Na még ilyen se volt a sorozat történetében, hogy a szörnyek oldalán csak egyetlen egy mob legyen. Viszont ezek a mobok annyira ki vannak egyensúlyozva, hogy így lehetett a legigazságosabb módon elosztani a számokat. Meg kell, hogy mondjam, nagyon rég nem izgultam már ennyire egy kör előtt sem, mert tényleg nagyon kemény ellenfelek, és szerintem mindkettő elismeri egymást, mint nagy-nagy komoly ellenfél, úgyhogy hát ez nagyon érdekes lesz. Tippeljétek meg, hogy szerintetek ki fogja nyerni az első kört, akár magatokban, akár komment szekcióban, és akkor nézzük. Hát eddig, ó, uha, nagyon megy. És megindult, nagyon kapja a szegény vasgólem a harapásokat, meg a fejlökéseket, viszont azért a vasgólem is osztja rendesen a pofonokat. És meg is ölte a ravagert. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi életereje maradt a vasgólemnek. 1, 2, 3, 4. Hát azért 4x9, 36. Igen, tehát azért már kezdett szerintem izgulni egy kicsit a vasgólem, de még így is sikerült legyőzni a ravagert. Aki rászavazott, az jól tette, mert a vasgólem nyerte az első kört. Itt is lennék a második körrel, srácok, amelyben 10 darab ravager fog megküzdeni 5 darab vasgólemmel. Hát nem tudom, tényleg nagyon izgulok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog alakulni ez a küzdelem. Egyébként még annyit el szeretnék mondani gyorsan, hogy mostantól minden szörnycsaták videó leírásában megtaláljátok a sorozat jelenlegi állását, tehát hogy mennyi az állás a szörnyek és a vasgólemek között sorozat tekintetében. Ezt csak így meg akartam említeni érdekességként, úgyhogy írjátok meg kommentben, vagy csak tippeljétek meg magatokban, hogy szerintetek melyik fél fog nyerni, tehát 10 ravager, 5 darab vasgólem ellen. Nézzük! Húha, na ez viszont tényleg egy epik küzdelem. Szegény vasgólemet nagyon közre fogták, nagyon kapja a damage-et, szerintem, igen, ő ott meg is halt. Viszont itt meghalt rögtön két ravager is, oké, jönnek segíteni. Gyertek gyorsan, ott megint meghalt egy vasgólem, 3 vasgólem van életben, nagyon szoros. Ajaj. Oké, okay, 2 vasgólem, ne! Egy, ó! Az igen! Hát ez... hamar megkapták a vasgólemek. Igen. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 ravager élte túl, tehát 4 ravagert megölt 5 vasgólem. Hát igen. A második kört a ravagerök nyerték. Meghaltak páran, de többségük túlélte. Aki rájuk szavazott, az jól tette, mert ők nyerték a második kört, és ezzel kiegyenlítettek, 1-1 az állás, vagyis a harmadik kör fogja eldönteni, hogy melyik mob nyeri meg a mai szörnycsatákat. Ugye az előző részben is így alakult a küzdelem, hogy a harmadik kör volt a mindent eldöntő kör, hát most is így lesz, úgyhogy nézzük. És srácok, eljött a pillanat, amire mindenki várt, a harmadik kör, iszonyatosan sok ravagerrel, akkora itt a hangzavar, srácok, ide lent, hogy az ami hihetetlen, rengetegen vannak, nagyon nagy a tömegnyomor, alig férnek el. 100-an vannak egyébként, 100 ravager, 50 vasgólem ellen. Hát, igen. Ilyen, ennyire még soha nem emeltem meg a vasgólemek számát, tehát hogy egy a kettőhöz arányban legyen a vasgólemek száma a másik mobihoz képest, viszont hát most erre szükség volt. Ugyanakkor a harmadik körben általában úgy szoktak nyerni a vasgólemek, hogy nagyon sokan vannak, és kihasználják a tömegben rejlő erejüket. Hát meglátjuk, hogy most tudják-e alkalmazni ezt a képességüket a ravagerök ellen. Ők ugye már nem olyan egyszerű kis ellenfelek, mint a zombik. Hát akkor nézzük is, srácok. A harmadik mindent eldöntő kör, eddig 1-1 az állás, úgyhogy most kiderül, hogy ki az igazi győztes. Írjátok meg kommentben, vagy csak tippeljétek meg magatokban, hogy szerintetek ki fog nyerni. Nézzük. Úristen!
az évszázad küzdelme, srácok. Nagyon nyomják vissza a vasgólemeket a Ravagerök. Úristen, viszont ott pont, hogy ellenkező az előrenyomulás. Hát nem tudom, srácok, nagyon kapják a vasgólemek, rengeteg Ravager van még életben. Nem tudom, hogy halt-e már, ott látok néhány vasgólem droppot, úgyhogy meghaltak már páran. Na nézzük, itt nagyon megy a küzdelem, ott is meghalt egy vasgólem, folyamatosan halnak meg mindkét oldalon, itt meghalt egy Ravager, itt meghalt egy vasgólem, úristen, nagyon, őt szegény, ott nagyon kapta. Ott meghalt egy vasgólem bizony, és szerintem ő is rövidesen, aha, kapta nagyon. Ajaj, hoppá! Hoppá, srácok! Na ez durva! Nem gondoltam volna, hogy 100 Ravager képes legyőzni 50 vasgólemet. Én egyébként a vasgólemekben hittem, azt hiszem, hogy ők fognak nyerni. De azért örülök, hogy most a Ravagerök nyertek, mert ez azt jelenti, hogy... kaptak egy kicsit a vasgólemek most, tehát azért beijedhettek rendesen, mert nagyon rég volt már ilyen, hogy a vasgólemek veszítettek, és most azért elég nagy számban nyert a másik fél, tehát azért most nem is tudom, meg tudom-e számolni őket. Nagyjából azt kell, hogy mondjam, hogy a háromnegyedük meghalt. Tehát a Ravagerök háromnegyere meghalt, nagyjából olyan 25 környékén számoltam a Ravageröket, ugye 100-an voltak eredetileg. Az durva, tehát a 75%-uk meghalt, de a 25%-uk túlélte. És hát igen, így megnyerték a harmadik kört, és ezzel az egész mai szörncsaták játékot. Úgyhogy aki rájuk szavazott, az jól tette, mert ők nyerték a harmadik kört és a mai szörncsatákat is. Ennyi is lett volna a mai szörncsaták videó, hát rég volt már ennyire küzdelmes epizódunk ebben a sorozatban. Durva volt, nagyon durva volt mindenféleképpen, úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszett a mai videó. Hogyha ez így volt, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal és írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!